Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Minket érdekel című közéleti magazinműsorunkat látják. Köszöntöm stúdiónk vendégét, Lasztovice Jenőt, választott országgyűlési képviselőnket, a Veszprém megyei önkormányzat közgyűlésének elnökét. Jó reggelt kívánok, elnök úr! Jó reggelt kívánok, és köszöntök mindenkit! Elnök úr, nagyon régen találkoztunk már így ebben a szituációban. Nagyon sok minden történt a legutóbbi hasonló beszélgetésünk óta. Talán ami leginkább nagy horderejű volt, és a tapolcai lakosság is a bőrén érzi, azok a megyéket érintő átszervezések voltak. Hogyan zajlottak le ezek az átszervezések egészségügyi intézményeket, oktatási intézményeket tekintve elsősorban? Igen, azért volt nagy horderejű ez az átszervezés, mert a kormány megpróbált mindent a helyére tenni. Tehát Európa számos országában teljesen külön választák az önkormányzatiságot az államigazgatástól. Külön választák, hogy mi az, ami önkormányzati feladat, és azt az önkormányzatok végzik, és mi az, ami állami feladat, azt meg az állam végzi, különféle hatósági feladatokat, intézményfenntartási dolgokat, ezeket az állam átvette. Most ugye ezt tudni kell, hogy a megyék a rendszerváltás óta azok főleg intézményfenntartással foglalkoztak. Tehát kórházak, szociális intézmények, átadott iskolák, amelyeket az önkormányzatok adtak át működtetésbe, általában ezek középiskolák voltak, vagy szociális intézményekben is voltak iskolák is. Tehát művelődési házak, színház, levéltár, könyvtár, tehát lehet sorolni. Ez általában intézményfenntartói feladat volt, és nagyon kevés volt a területfejlesztési feladat a megyéknek. Tehát nekünk, mint megyei önkormányzatnak nem nagyon volt beleszólásunk abba, hogy a megyében milyen típusú fejlesztésekre van szükség, és hol van szükség ezekre a fejlesztésekre. Na most a kormány úgy gondolta, hogy helyére teszi ezt a dolgot, és én ezt helyesnek is vélem, hogy azokat az államilag ellátandó feladatokat, azokat visszaveszi az állam a kormányhivatalokon keresztül. Ilyenek, mint, vagy a minisztériumokon keresztül is, tehát ilyenek, mint az iskolák működtetése, ezt teljes mértékben az állam finanszírozza, vagy a kórházaknak a működtetése, fejlesztése, felszerelése, racionalizálása, ez is mind állami feladat. És én azt gondolom, hogy így összességében országos szinten sokkal olcsóbban is fogja tudni működtetni ezeket az intézményeket az állam, mert csak gondoljunk bele abba, hogy ha az állam kiír például gyógyszertendereket, akkor az egész ország kórházai számára fogja tudni kiírni ezeket a tendereket. Lényegesen kedvezőbb tárgyalási pozícióból lehet, hogy fele annyi fogja tudni megvenni a bizonyos hatóanyagú gyógyszereket, mint most külön-külön a kórházak. Mert ez olyan, mint a piac, hogyha kimegy az ember a piacra és vesz 1 kiló krumplit, annak az ára mondjuk 150 forint, de a nagybani piacra megy ki az ember, akkor lehet, hogy feléjé megkapja, hogyha mondjuk 15-ször ennyit vesz. Tehát ezek miatt a gazdaságossági döntések miatt is történtek az átszervezések, és a másik az, hogy az irányítás, mivel így közös, így várhatóan nem lesznek akkora különbségek térségenként is az ellátás minőségében. Mert az a célunk, hogy amilyen szolgáltatást nyújt mondjuk a Veszprémi Kórház vagy a Győri Kórház, ugyanazt a minőséget és séget kapja meg mondjuk Szeged, vagy Pécs, vagy Nyíregyháza, tehát a távolabbi részek is. Tehát ennek én azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepe van. És a másik az, hogy az önkormányzatiság megmarad, mert a helyi fejlesztési döntésekbe helybe fogunk dönteni. És ez a lényeg. Most milyen a megye pénzügyi helyzet? Ezt most azért kérdezem ezután a kérdés után, mert azt gondolná az ember, hogy ha elkerülnek feladatok, oktatási, egészségügyi, szociális feladatok a megyétől, akkor az a pénz, amit eddig ráfordított a megye, az biztos megmarad. Nem, tehát gyakorlatilag az állammal kötött szerződést, amit a megyék kötöttek a magyar állammal, az gyakorlatilag röviden arról szólt, hogy az állam elveszi ezeket a feladatokat, elveszi az összes ingatlant, ami ezzel jár, átveszi az adósságait is a megyéknek, meg minden vagyontárgyunkat. Gyakorlatilag a mi megyénknek a Veszprém megyei kórház nélkül volt olyan 14 milliárdos költségvetése. Most a költségvetésünk 240 millió forint, mert a szűk hivatal fenntartásának a költségét kell csak finanszíroznunk. Ugye eddig is körülbelül, ha lélekszám, vagy
emberekre, kollégák számára vetítjük vissza a költségvetését a megyének, az körülbelül ennyi volt egy évben. A többi az meg mind az intézmények működésére ment. Tehát az állam elvitte a feladatot, és elvitte az ezzel járó adósságokat is, tehát a megyéknek most nincs adóssága, de elvitte a vagyontárgyainkat, a pénzünket, a kötvényünket, amire azt gondolom, hogy nagyon fontos, mert a megyéknek összességében azért volt adósságuk. Azt gondolná az ember, hogyha ugye kevesebb a feladat, akkor kevesebb az apparátus is, vagy legalábbis nem kell annyi ember. Igaz-e ez a Veszprém megyei önkormányzatra? Ez igaz, hogy lényegesen kevesebben lettünk. Most 24-en vagyunk a megyei önkormányzatban dolgozók, velem együtt, de ebben nincsenek benne a képviselők. Uh-huh. Tehát a képviselők nincsenek benne. A képviselők száma is 40-ről lecsökkent 18-ra. Úgyhogy ott is volt egy nagyfokú létszámcsökkentés. A hivatali dolgozói apparátusból 80-ról kb. Lecsökkentünk, most 24-re mondom velem együtt. Viszont a dolgozók nem lettek szélne keresztve, úgymond, hiszen a dolgozóknak a jelentős része átkerültek a kormányhivatalhoz, hiszen a kormányhivatal vette át a közvetlen megyei irányítását ezeknek az intézményeknek, és így gyakorlatilag akinek tudtunk, azért mindenhol tudtunk munkát keresni. Talán 2-3 olyan kollega volt, akinek nem tudtunk eddig még munkát keresni. Többen elmentek nyugdíjba, éltek a nyugdíjazás lehetőségével is. Tehát én azt gondolom, hogy ez a 24 fős létszám, ez jelen pillanatban a mostani feladatainkhoz elég. Elnök úr, oktatással kapcsolatban kérdezek, olyan... Most kezdjük el mi Tapolcán tapasztalni azt, ami már a megyében máshol már megtörtént, vagy éppen folyamatban van. Az, hogy igazából oktatási intézményeket, legyen szó óvodáról, középiskoláról, általános iskoláról, egyházak keresnek meg, átvennék a működtetésüket. Mit szól ehhez, képviselő úr? Én hasznosnak tartom, hogyha az egyház is bekapcsolódik az oktatásba, a szociális területekre. Az egyházaknak ez mindig is egy nagyon fontos feladatuk volt, évszázadokon keresztül, ugye karitatív dolgokat mindig végeztek az egyházak. Oktatási intézményeik mindig voltak az egyházaknak az elmúlt jó néhány száz évben. Gyakorlatilag itt az a lényeg, hogy a kormány meghatározta azt, hogy az oktatási intézményeknek a 25%-a lehet maximum országos szinten egyházi irányítás alatt, de itt sem azt kell érteni, hogy majd papok meg nővérek fognak majd oktatni, hanem ugyanúgy azokat pedagógusok fogják irányítani az iskolákat, ugyanazok a pedagógusok fognak tanítani nagyon nagy részben, akik eddig tanítottak, hogyha nem akarnak elmenni máshova. Itt csak arról van szó, hogy az egyházak fogják az iskoláknak a gazdálkodását megmondani, illetve lesznek olyan tanórák, amelyet az egyházak szeretnének majd bevezetni, gondolom én, ebben ők szabad kezet fognak kapni, de olyan nagyon nagy különbség nem lesz a világi iskolák és az egyházak által működtetett iskolák között. Tehát eddig is voltak egyházi iskolák, és ráadásul ezek az egyházi iskolák, ezek mind nagy nevű iskolák, hogyha belegondolunk a felvételiknek a statisztikai adataiba, akkor nagyon világosan látszik, hogy az egyházi iskolákban lényegesen magasabb színvonalon működik az oktatás, mert a felvételiző gyerekeknek a felvételi aránya lényegesen magasabb az egyházi iskolákból kikerült gyerekeknél, mint a világi iskolákból kikerült gyerekeknél. Ezt mutatják a statisztikák. Hát nyilván, hogyha megnézzük itt a megyében, amíg a pápai református gimnázium, vagy a Veszprém Padányi katolikus gimnázium azért egy nagyon népszerű intézmény. De most itt Tapolcán úgy néz ki, hogy a baptisták szeretnék átvenni a Széchenyi István szakképző iskolát. Ez ami most már tárgyalás alatt folyik, és bizottsági üléseken az a kérdés merült fel, hogy esetleg mi történik akkor, hogyha az egyház be akar szólni olyan dolgokba is, hogy mondjuk megválasztanák az igazgatót, vagy ők mondanák meg, hogy milyen legyen az intézmény vezetése. Én azt gondolom, hogy hát amíg, most mondok egy példát, amíg megyei fenntartásúak voltak a középiskolák, mert az önkormányzatok átadták mondjuk a megyének, addig a megye nevezte ki
az intézmény vezetőjét, akkor se volt beleszólási joga a városnak, vagy a városoknak. Ezt a megyei önkormányzat testülete döntötte, mindig attól függ, hogy kit szerettek volna látni az igazgatói székbe. Én úgy gondolom, hogy azért egy egészséges egyességgel, megbeszéléssel, közös nevezőre lehet hozni, hogy kit szeretne intézményvezetőnek, és én nem hiszem el azt, hogy az egyházak annyira bele szeretnének szólni egy településnek, az intézményének a működésében, mert nekik is az a lényeg, hogy jól működjön az a rendszer, és jó legyen a kapcsolat a településekkel, a városokkal. Tehát én itt se félnék azért annyira. A kérdés jogos, mert benne van a pakliba, de én nem hiszem, hogy az egyházak olyan túlsúlyt szeretnének az intézménybe beleszólni, ami zavarná a településeknek a lehetőségeit. Ha már az átalakulásokról, változásokról beszélgetünk, akkor beszélünk el arról is, hogy átalakulnak a megye választókerületei. Ez hogyan érinti, elnök urat? A fontos dolog, ugye a kormányunk végre akarja hajtani azt az ígéretét, amit a kampányba tettünk, hogy lényegesen lecsökkenti a képviselőknek a számát a parlamentbe. Ez most a 378-ról lecsökken 200-ra, ami azt jelenti, hogy a 200 országgyűlési képviselőből 106 egyéni országgyűlési képviselő lesz. Jelenleg 176 egyéni képviselő van a parlamentben, akinek mindenkinek hasonló típusú választókerülete van, mint mondjuk az én választókerületem, amelyik Tapolca, Badacsony, Sümeg térségétől eli fel. Most, hogy lecsökken a létszám, azért 70 választókerület fog megszűnni. Ez azt jelenti, hogy lesz olyan választókerület, amely két kerületből áll majd össze, de lesz olyan választókerület is, amely három különálló választókerületből fog felépülni. A lényeg az, hogy jelen pillanatban nagyon szórt a választókerületben élőknek a létszáma. Van olyan választókerület, ahol csak 23 ezer szavazó van, de van olyan, ahol több mint 100 ezer. Most a koncepció szerint a lényeg az, hogy olyan 75-80-90 ezer fős választókerületek jöjjenek létre. Így Veszprém megye lakosságát figyelembe véve a eddigi 7 választókerületből csak 4 lesz. 4 lesz, lesz egy Veszprém központtal, ami egy választókerület lesz, és tartozik majd hozzá 11 néhány település. Ezek főleg Zirc térségéből, meg a környező településeiből lesznek. Illetve lesz egy Várpalota térsége, Berhida, Balatonalmádi, Balatonfüred térségéből lesz egy választókerület, illetve lesz egy Zirc, Pápa, Devecser kis településeivel együtt egy választókerület, pápai központtal, és az, ami az én választókerületemet illeti, marad a Badacsony, Tapolca, Sümeg választókerület, tehát az eredeti választókerületem megmarad, illetve hozzájön még Ajka és 7 település, 7 kisebb település, Ajka városa és 2 kisebb település, így fog fölépülni körülbelül a választókerületem, ami olyan közel 75-80 ezer választópolgárt fog jelenteni. Hát ez a választás szempontjából is egy elég nagy kihívás lesz majd. Megpróbálkozik majd a következő ciklusban, és hogy mi korai a kérdésem? Hát a kérdés abból a szempontból nem korai, hogy ugye a választási kampány az én véleményem szerint az választástól választásig tart. Tehát, hogyha valakit megválasztanak országgyűlési képviselőnek, akkor annak az első naptól kezdve úgy kell dolgoznia, hogy megérdemelje azt, hogy a következő választási ciklusba is jelöljék. Ez nem kis feladat, ez nem kis munka, meg én azt gondolom, hogy oda kell figyelni nagyon az emberek érzékenységére is, mert mindenki más fából faragtak, vannak érzékenyebb emberek, kevésbé érzékeny emberek, mindenkivel meg kell találni valamilyen szinten a hangot. Tehát, de én úgy gondolom, hogy az elmúlt 4 ciklusban nekem azért nagyjából sikerült ezt az egyensúlyt megtalálnom, hogy hogy kell a választókerületben, melyik területen, hogy kell tárgyalnom, hogy kivel, hogy kell beszélnem. Hát most ez nagy kihívás abból a szempontból, hogy egy teljesen új terület is bejött Ajka városa maga 30 ezer lakosával, amely egy teljesen más érzelmi világú, más, mint a Balaton környéke, ahol a turizmusból élnek az emberek, meg a szőlészetből. Ajka az egy ipari terület, egy ipari város,
ott másképp gondolkodnak az emberek a napi életre. Ezt onnan is tapasztalom, mert azért elég sokat jártam Ajkára és Ajka térségében, főleg a Vörösi Szab idejében, mint Védelmibizottság elnöke. Tehát nem lesz egy egyszerű dolog, de én azt gondolom, hogy országgyűlési képviselőknek azért sok munkával, sok alázattal meg kell, hogy feleljenek azoknak a kihívásoknak, amit a választók elvárnak. Aztán majd meglátjuk, hogy indulunk, ez úgyse rajta múlik, ez a Fidesz tagságán múlik, hogy jelölnek-e majd, mert azt mondják, hogy elfogadnak jelöltnek, illetve hát majd az országos elnökségnek kell rábólintani a jelöltnek a nevére, és de ez még messze van, ez még másfél év. Beszélgessünk egy kicsit az ország dolgairól, tekintsünk ki a megyéből. Túl vagyunk a Szél Kálmán terv első részén, most következik majd a második rész. Valaki azt mondja, hogy most már akkor majd látszik a fény az alakút végén, valaki meg azt mondja, hogy hát újabb, megint egy nagy betekintés lesz egy nagy mély fekete kútba. Ön hogy látja, kell tereményt ez a Szél Kálmán terv második része, vagy esetleg még mindig türelmesnek kell lennünk? Én úgy gondolom, hogy ez a, amiről most beszélnünk kell, ez a folyamat, ez nem most kezdődött. Senki nem gondolta még 2008-ban vagy 2009-ben, mikor ez a pénzügyi gazdasági válság valahonnan Amerikából elindult, amikor bankcsődök jöttek közbe. Utána szép lassan ez átjött Európába, átszivárgott Európába. Ugye először Izland, Görögország, Portugál, tehát szép folyamatosan az uniós országokba is beszivárgott ez a válság, amely elérte a legnagyobb és leggazdagabb európai országokat is. Ugyanígy mi kis országunkat is elérte ez. Tehát én azért kezdem innen, mert a történet már 4 éve zajlik. 4 éve zajlik, és mozgásban van folyamatosan. Ugye látjuk, olvassuk folyamatosan, hogy az Európai Unió, illetve az Európai Központi Bank, illetve az IMF kivel milyen tárgyalásokat folytat, mely országokban milyen megszorító intézkedéseket, csomagokat vezettetnek be azért, hogy működési hiteleket kapjanak a Világbanktól, és ez több országban is hatalmas felháborodásokat váltott ki. Hát nézzük csak Görögországot. Görögországról szerintem most senki nem tudja megmondani a Földön, hogy mi lesz Görögországban 2 hét múlva, 2 hónap múlva, vagy 1 év múlva. Marad egyáltalán Görögország az Unió tagja, vagy az Eurozóna tagja, vagy Portugália is. És Portugál azért érdekes, mert ugye Barroso úr az portugál. Tehát sok esélyes ez a játék. Nekünk, magyaroknak az egyik legnagyobb hátrányunk, hogy mi is egy pici ország vagyunk lélekszámban, gazdasági erőben. Ráadásul egy óriási adósághalmazt örököltünk 2010-ben, mert azért ne felejtsük el, hogy 20 000 milliárd forint adóssága volt akkor az országnak, amikor már ez a válság Európában itt volt, jelen volt. És a jelenlegi kormánynak a legfontosabb feladata az, hogy egy olyan stabil gazdaságot próbáljon fölépíteni, ami nem veszélyezteti Magyarországnak a létét. És itt azért lényeges az, hogy tudjuk visszafizetni az adósságainkat, hogy csökkenteni tudjuk a GDP arányos adósságunkat, mert minél kevesebb az adósság az embernek, akkor egyre kevesebb kamatterhet kell visszafizetni a hitelezőinknek, és sokkal kedvezőbb kamatfeltételekkel tudunk újabb hitelt felvenni. Most mondok egy példát, addig, amíg Magyarország 4,5-5%-on kapja a hitelt a piacon, a pénzpiacon, addig mondjuk Németország 2%-on. Na és azért, hogyha milliárdokról beszélünk, azért 3% különbség az borzasztó sok pénz. Gyakorlatilag forintra átszámítva itt évi több 100 milliárd forintról van szó, amivel mi kedvezőtlenebbül tudunk hitelhez jutni. Na most ezt, ha csökkenteni tudja a mostani kormány, tehát stabilizálni tudja a gazdaságot, a pénzpiacon stabilabbak tudunk lenni, az azt jelenti, hogy a hitelmegítélésünk is kedvezőbb. Egyet viszont nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az utóbbi 2-3 évben azért Magyarországot többször érték ilyen pénzügyi tranzakciós támadások, ami azt jelenti, hogy Magyarországot tudatosan bizonyos pénzügyi körök tönkre akarták tenni. Tehát fizetésképtelenné szerették volna tenni az országot, ami egy ország
óriási belső feszültséget idézett volna elő a magyar lakosság körében is, és a magyar gazdaságban is. Nem akarom azt mondani, de egy ilyen helyzet ilyen görögországi megmozdulásokat okozhatott volna, meg problémát okozhat. És ez a leglényegesebb, hogy ezt kivédeni. Ezen felül a másik nagyon lényeges kérdés az, hogy a lehetőségünkre álló uniós és hazai forrásokat meg a gazdaság olyan területeire összpontosítani, ami pénzt termel, és nem olyan területekre, amelyek nem termelnek pénzt, csak vannak. Ez a pénzügyi támadás Magyarország ellen, ez elég sokat szerepelt a sajtóban, párhuzamosan a kettős mérce kifejezésével. Most is előkerült a napokban a kettős mérce Magyarországgal szemben, illetve hát a szép kártyával kapcsolatban. Mindig talál az Unió valami kifogást Magyarországgal szemben, hol nem megfelelő a gazdasági növekedés, mi apró dolgokba is belekötnek, ami máshol pedig gyakorlatilag szó nélkül mehet. Vajon mi ennek az oka? Az, hogy szép ez az ország. Szép ez az ország, és vannak olyan természet által adott lehetőségeink, mondjuk a termőföld, ivóvíz, amelyek nagyon vonzóak mondjuk a külföldi tőke számára. És hogyha Magyarországot olyan kellemetlen helyzetbe hozzák, mint amilyenbe szeretnék hozni gazdaságilag, és esetleg nem marad más, akkor Magyarország nem tud mással fizetni, csak a termőföldjével és a vizével. Ugye, mert mást már privatizáltak régen, habár azért hozzá kell tenni, hogy számos olyan stratégiailag fontos dolog került már vissza magyar állam tulajdonába, amit az elmúlt 8 évben a szocialisták eladtak. Ezt most mondhatjuk a pécsi vízműtől kezdve, mondhatjuk az airportig, a Budapest airportig, amit eladtak szépen, és 2 nap alatt eltűnt a 470 milliárd forint, mert nem tudunk róla. Különféle az energiaszektorban a MOL visszavásárolta 21%-át. Tehát ezek stratégiai dolgok egy ország számára. Tehát ebben a nehéz helyzetben is azért próbálja a kormányzat azokat a stratégiai dolgokat szép lassan visszaterelni, visszavásárolni állami kézbe közös vagyonként, ami azért valamiféle stabilitást és biztonságot fog jelenteni az ország számára. Tehát én azt gondolom, hogy azért még ezek a fekete felhők nem szálltak el, ugyanúgy, ahogy Európa fölött is egyre nagyobb a bizonytalanság. Sokan megkérdelezik már az Európai Uniónak a létét, nem létét. Ugye vannak olyan külföldi körök, akiknek nem biztos, hogy jó, hogyha van egy erős Európa. És hogyha van egy, mert ha van egy erős Európa, akkor még polarizálódottabb a világ. Mert most megnézzük, ott van az Egyesült Államok, hiába van nagyon eladósodva, de akkor is a világ egyik legfejlettebb, ha eddig még a legfejlettebb országa, akkor ott van a Távol-Kelet, amely folyamatosan erősödik, nem is picit, hanem azt kell, hogy mondjuk, hogy az elmúlt 10 év gazdasági növekedése átlagban az 8-10% között volt, akár Indiára, Kínára, Indonéziára gondolunk ezekre az országokra. Ott van Oroszország, amely potenciálisan egy gazdasági nagyhatalom, meg ha megnézzük a tudományban is, mert azért csak Gagarin már 61-ben fent volt a világűrbe, tehát azért gazdasági fejlettsége sem rossz, és hatalmas ásványi anyag és energia birtokában van, ami nem kihagyhatatlan, akkor ott van Brazília, borzasztóan fejlődik, és lesz egy érdekes helyzet szerintem itt a világban, ami mert én úgy gondolom, hogy a kormányunk kezdett időben reagálni, hiszen ha megnézzük, hogy a legmagasabb szintű vezetőink az utóbbi időben elég gyakran járnak keletre, igen, vagy keletről nagyon gyakran fogadnak nagyon magas szintű, mondjuk miniszterelnök helyettesi szintű kínai vezetőket. És folyamatosan folynak tárgyalások, mert a távol-keleti országoknak sem mindegy, hogyha esetleg Európa közepén van egy olyan ország, amely stratégiailag kicsit hozzájuk köthető a piac szempontjából. Én azt látom, hogy ezek a kapcsolatok nagyon szépen fejlődnek, és talán
a mi gazdaságunknak a stabilitásában elég komoly szerepe lehet a következő egy-két évben. Azt, hogy ezek a távol-keleti országok, vagy akár mint Kazasztán, és milyen üzleti és gazdasági kapcsolatokat tudunk kötni. És úgy látom, hogy a kormány nagyon komoly erőfeszítéseket tesz, hogy ezt a bizalmat megszerezze. Tehát érdekes helyzetek lehetnek itt a világon. A másik, ami a nagyobb politikát is érinti, az a migráció, ami van most Európa irányába is. Hogyha megnézzük, a rendszerváltás idején még Európában nem nagyon lehetett olyan nagy muszlim közösségeket találni, mint most 20 évvel a mi rendszerváltásunk után. Hát annak idején sehol nem lehetett minareteket, meg mecseteket Európában látni. Csak Magyarországon, amit a törökök itt hagytak. Igen. Igen, tehát azért lehetett, mert Magyarországon volt, csak az itt maradt emlékként a törököktől. De most Európának nincs olyan nagyváros, ahol ne lenne, mert olyan nagyszámú muszlim közösségek vannak. De Budapesten is vannak már imaházak. Igen, tehát én azt gondolom, hogy ez is egy figyelmeztető jel Európa számára, hogy az európai, ősi európai népesség a lélekszám az fogy, viszont a bevándorlók száma meg borzasztóan dinamikusan nő. És ez egy-két évtized múlva nagyon, hogy mondjam, földboríthat itt Európában sok mindent. Hát erre nagyon alaposan fel kell készülni, nem csak hazánknak, hanem egész Európának is. Így van, ez így van. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió negatív hajójának a vitorlájából úgy lehet kifogni a szelet leginkább, hogyha növekszik a magyar gazdaság. Pozitív számokat tudunk felmutatni. Orbán Viktor azt mondta, hogy a 2012-es év az már a fellendülés éve lesz. Mutatják-e már ezt a számok, illetve a lakosság mikor, hogyan fogja ezt a bőrén tapasztalni? Tehát a makromutatók azok kezdenek javulni, és nem is picit kezdenek el javulni. Ez alatt én azt értem, hogy azért a foglalkoztatottak aránya Magyarországon nő, mert durván 71 néhány ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma. Emellett hozzáteszem, hogy Európában meg drasztikusan nőtt a munkanélküliek száma. Csak érintőlegesen mondanám, hogy a napokban lehetett olvasni olyan statisztikai adatokat, hogy például Spanyolországban 25% fölött van a munkanélküliség, Portugáliában is 20% fölött van a munkanélküliség. De ha megnézzük Franciaországot, Olaszországot, ott is lényegesen magasabb a munkanélküliség, mint nálunk a Magyarországon. Tehát mi még javítjuk az európai átlagot a közel 10%-os munkanélküliségünkkel, de ezzel sem lehet büszkélkedni. Mert én emlékszem rá, hogy amikor a 2002-es kormányváltás volt, tehát az első Orbán kormány átadtam Egyesi Péteréknek az irányítást, akkor 4,5% körül volt Magyarországon a munkanélküliség. A gazdasági növekedésünk az folyamatosan csökkent az elmúlt időszakban, most már növekvőben van a gazdasági összteljesítményünk. Vagy ha megnézzük az államháztartás hiányát, ami követelménye annak, hogy az eurozónához csatlakozhassunk. A szocialista kormányok alatt ez dinamikusan nőtt, volt olyan év, most nem akarok rossz dátumot mondani, de volt olyan év, amikor 7% fölött volt az államháztartás hiány, ami azt jelenti, hogy az állam sokkal többet költött, mint amennyit be tudott szedni adókon és járulékokon keresztül. Tehát egy nagyon pazarló államigazgatás volt. Jelen pillanatban 3% alatt van ez a szám, amit előírnak, hogy 3 éven keresztül 3% alatt kell tartani ezt az államháztartási hiányt, akkor van esélyünk arra, hogy az eurozónához csatlakozzunk. Na most ez egy megint más kérdés, hogy jelen pillanatban mennyire akar Magyarország mondjuk az eurozónához csatlakozni, hát, vagy igen. Nem akar. Tehát ezt az idő úgyis el fogja dönteni. Főleg annak fényében, hogy én is kicsit váltok a magyar dolgokról, de mint ahogy láthatjuk, hogy van egy nagyon komoly akarat arra, hogy 5 ország összeálljon a világon, Brazília, Oroszország, Kína, India és Dél-Afrika, és egy külön pénzügyi közösséget hozzanak létre, amely mondjuk az IMF-fel, az IMF-hez hasonló típusú pénzügyi terület lenne, tehát lenne egy konkurense az IMF-nek, abban a pillanatban egy elég érdekes helyzet állna elő. Most ezt ők meg akarják csinálni, mert ez az 5 ország a világ népességének a 40%-át fedi le.
és lényegesen nagyobb a GDP növekedésük, mint ahogy említettem például Kínában, hogy 8-10% között volt az elmúlt 10 évben, lényegesen nagyobb, mint Európának vagy Amerikának összevetve a gazdasági növekedése. És én biztos vagyok benne, ha ez így folytatódik, 10 éven belül a világ legerősebb országa az Kína lesz. Ha már most... Hát ez nem, most nem már látszik. Tehát én azért mondom, hogy ezek a pénzügyi dolgok, ezek nagyon érdekesen alakulhatnak viszonylag rövid idő alatt, 5-10 év alatt. Jöjjünk egy kicsit vissza az országhatáron belülre, és olyan dolgokról beszélgessünk, amik most igazán aktuálisak. Például a sárga csekk adó. Sajtóban lehet olvasni olyan híreket, hogy hát a bankszektor nem igazán ért egyet ezzel, pénzintézetek nagyon félnek tőle, és megint a lakosság lesz az, akinek a vállára rá kerül a teher. Jogilag meg lehet-e, jogi lépésekkel, okos döntésekkel meg lehet-e ezt akadályozni, hogy bár a kormány nem azt szeretné, hogy a lakosságot terheljék, mert az látszik, hogy az utóbbi hónapok lépései inkább a multik, inkább a bankok felé fordították a kormányt, illetve tőlük próbált elvenni bevételeket ilyen formán, de valahogy mégiscsak a lakosság itta meg a levét, hogy ezt így mondjam, népiesen. Hát én nem tudom, hogy a lakosság hogy itta meg a levét például annak, hogy a bankszektorra kötött egy megállapodást a kormány arról, hogy 3 éven keresztül fizeti ezt a bankadót. Egy érdekes helyzet van, mert amikor bajban vannak a bankok, akkor borzasztóan sietnek a jelenleg adott kormányhoz, hogy konszolidálják őket, mert nekik veszteségeik vannak a pénzpiacon. De akkor, amikor olvasgatjuk, hogy melyik bank milyen nyereséggel zárta az adott pénzügyi évet, mondjuk adózás utáni már adózott nyereséget, akkor ilyen 100 milliárdos nagyságrendű nyereséget produkálnak, és ezt a nyereséget, ezt általában az anyacégek mindig elviszik. És ez nem Magyarországon marad, ezért van az, hogy az OTP-t szeretné erősíteni a kormány, illetve most úgy néz ki, hogy másik két bankot is, a Cibet meg azt hiszem az Exim bankot is az állam szeretné átvenni, azért, hogy legyen kifejezetten olyan állami bank, amely a magyar lakosságot, a magyar vállalkozásokat korrekt módon kiszolgálja, akár hitelekkel, akár a tartalékainknak az elhelyezésével és biztos befektetésével. Tehát én nem hiszem, hogy a lakosság érezte volna azt, én legalábbis így a mert azért én is járok bankba, meg én is bankba tartom a pénzemet. Tehát én nem érezzem azt, hogy azok a megszorítások, amik a bankokat érték, azok rám terhelődtek volna. Én azt gondolom, hogy ezt a durván összességében 30 milliárd forintot jelentő pénzmennyiséget, ezt ugyanúgy a bankok szépen be fogják vállalni. Mert a kormánynak azért vannak olyan eszközei, olyan lehetőségei, hogyha a bankok ezt nem tartják be, amiben megegyeznek, már pedig úgy tűnik, hogy a megegyezés az meg fog történni, hogy ezt a bankok be fogják vállalni, akkor nem hiszem, hogy a bankok ezt ne tartanák be. Mert azért vannak a kormányzatnak olyan eszközei, amellyel a bankokat megfegyelmezzék. És mi a helyzet a távközlési adóval? Az egészen biztosan nálunk fog jelentkezni. A mi számláinkon fog látszani. Ez a mi számláinkon is fog jelentkezni. Ez egy érdekes dolog. Én most nem is tudom, hogy mit mondjak, mert van, akinek lehet, hogy fáj, amit mondok, de lehet, hogy lesznek többen, akik egyetértenek velem. Egyet tudni kell, hogy mi magyarok vagyunk az világon az egyik olyan nép, aki a legtöbbet telefonál. Tehát amit például Japánban, tehát ezek mérőszámok, Japánban elintéznek 3 perc alatt, mi azt elintézzük 15-20 perc alatt, vagy fél óra alatt, mert ott ülünk a telefon mellett. Ez és egy kommunikatív csak... nemzet vagyunk. Hát, szeretünk beszélgetni. A nagymama hogy lététől kezdve a hétvégi kiránduláson át mindent megbeszélünk, és nem csak szigorúan röviden azt, ami miatt valakit felhívtunk. Tehát én azt gondolom, hogyha annyi pénzünk van telefonálni, meg vannak, akiknek 3 mobiltelefonjuk is van, nekem egy van, de ezt is sokallom, ezt az egyet is, mert... Sokat csörök. Most nem tudom, tetszik érteni, hogy mire gondolok. Érte. Tehát, hogy sok esetben szerintem pazarlóak vagyunk, és sok esetben meg azt mondjuk, hogy erre sincs pénz, arra sincs pénz. Tehát
egy biztos, hogy a lakosság jelentős részének ez nem fog jól esni, de mondjuk, ha hinni lehet a hírforrásoknak, ez maximum 700 forintot jelent majd egy hónapban a lakosság számára. A vállalatoknál maximum 2500 forintot, azt hiszem. Tehát telefononként. Tehát én, hogyha ez maximálva van a lakosságnak mondjuk 700 forintba, az annyit jelent, mint egy doboz cigaretta most körülbelül. Én nem dohányzom már 2,5 éve, de úgy gondolom, hogy egy doboz cigaretta most már lehet olyan 6-700 forint. Vagy hogyha valaki elmegy a boltba, megvesz 3 üveg sört, az már többe kerül, mint ez a 700 forint. És egyet azért mindenkinek meg kell értenie, hogyha egy ilyen nehéz gazdasági örökségből szeretnénk kilábalni, ráadásul egy nagyon nehéz gazdasági helyzetbe levő Európában, ami már 4 éve tart, akkor egy kormánynak mindent meg kell tenni azért, hogy a napi életet biztosítsa egy országban, és sok esetben borzasztóan nehéz megtalálni azokat az eszközöket, hogy hogy lehet ezt a stabilitást megőrizni, ami jelen pillanatban megvan. Ráadásul úgy, ahogy tetszett mondani, hogy kettős mércével mér Európa, amit mindegyikünk lát, hogy amit megengednek a portugáloknak, megengednek a görögöknek, megengednek a spanyoloknak pénzügyileg, azt nálunk nem engedik meg, sőt olyan dolgokba szólnak bele a törvényalkotás szintjén is, most mondok egy példát a médiatörvény, vagy az alkotmányunknál, amik benne vannak a mi alkotmányunkban, vagy a médiatörvényünkben, és kritizálják, az más országoknál megvan. Tehát egyszerűen nem érti senki, és ezért van az, hogy az utóbbi hónapokban több európai ország, jeles képviselői is, politikusai is azt mondták, hogy most már elég, amit Magyarországgal csinálnak, mert azért ez már kicsit durva. Szóval én is azt gondolom, hogy ez nagyon durva a dolog, amit Magyarországgal csinál az Unió, és amit a legszomorúbbnak tartok, hogy igazából saját országunk kinti képviselői azok, akik szítják ellenünk az Unió Unióban levő képviselőket, mert a szocialisták, a liberálisok, a zöldek, ezek azok, akik folyamatosan támadják gusztustalan módon a magyar kormány intézkedéseit. És ami viszont mosolyogtató, hogy amikor elkezdték támadni a bankadó, a multiadó, meg ezeket az adókat, amit bevezetett a kormány, hogy csökkentsük az államadóságunkat, ez nagy hónapokon keresztül bombázták, meg kritizálták, és közben most már több országba bevezették. Igen. És most már Amerikába is bevezetik. Tehát érdekes módon, hogy mi kitalálunk valamit, először ugye le akarnak fejezni minket, és utána rájönnek, hogy azért nem is olyan buták ezek a magyarok, mert tényleg a közös teherviselésből azért jó lenne, ha a bankok is részesednének, a multinacionális cégek is részesednének a közös országos teherviselésből. Tehát én azt gondolom, hogy lesz még egy-két ilyen az következő években, hogy itt Magyarországon valamit elindítanak, és néhány hónap múlva rájönnek külföldön is, hogy tényleg ez egy igazságos elosztást vagy teherviselést jelentő dolog, és bevezetik máshol is. Elhangzott már a beszélgetésünk kapcsán, nem vagyunk egy jelentős tényező az unió tekintetében, mivel a gazdaságunk sem olyan, és a lakosság szám sem olyan. Most viszont egy új stratégiát kezdeményeznek az országban, most folyik róla a szakmai vita, társadalmi egyeztetés, hogy hogyan lehetne Magyarország népességét növelni. Önt, mint most 3 gyerekes édesapát kérdezem, mi a véleménye erről? Lehet-e politikával befolyásolni azt, hogy a népesség szám növekedjen? Nekem meggyőződésem, hogy igen. Azért, mert a politika az egy olyan terület, amely, ha tetszik, ha nem tudomásul kell venni, benne van a mindennapjainkban. Most nem azért, mert a híradásokban politikusok is nyilatkoznak, vagy parlamenti döntéseket hoznak a politikusok, hanem azért is, mert ezek a döntések, amelyek hoznak, ezek benne vannak a mindennapjainkban. Benne vannak a termékek árában, a szolgáltatások árában, benne vannak különféle kedvezményekben, és én azt hiszem, hogy a mi kormányunknak és a Fidesz-KDNP pártszövetségnek is az egyik legfontosabb feladata, hogy megállítsa Magyarország lakosságának a csökkenését, és a gyerekvállási kedvet minél jobban növelje. A 1998 és 2002 között is ez volt a célunk, hiszen ha jól emlékszünk rá, nagyon komoly családi adókedvezmények voltak.
megvolt az, hogy egy gyerek után mekkora adójóváírás volt, két gyerek után, három gyermek után, akkor ha valaki új lakást vásárolt, vagy lakást épített, vagy bővített, akkor nagyon komoly kedvezményeket kapott, nagyon komoly banki hiteleket kapott kamat nélkül, meg vissza nem szocpolt kapott. Tehát egy csomó olyan szociális kedvezmény volt, amely beépült a mindennapi életünkbe, beépült a tudatunkba, ami azt jelenti, hogy az embereknek nagyobb volt a biztonsági érzete a gyermekvállalás irányában is. És most ebben a nehéz gazdasági helyzetben is, ami van, az a célja a kormánynak, hogy megpróbál egy olyan biztonságos légkört teremteni a fiatalok számára, hogy igenis érdemes itt maradni Magyarországon, és igenis érdemes családot alapítani, és minél több gyermeket felnevelni. Csak tudjuk azt, hogy ez most nagyon nehéz. De legalább legyenek olyan gesztusértékű intézkedések, amelyek azt mutatják a családok irányában, hogy igenis a kormány komolyan gondolja azt, hogy egy társadalomnak a legfontosabb eleme a család. És hogyha vannak erős családok, nagy lélekszáma és erős, stabil családok, attól stabil egy ország. Nem azért stabil egy ország, mert a katonai ereje olyan nagy, hanem attól, mert olyan kis közösségek, mint a családok erősek, és ha sok erős család van, akkor erős országot lehet, és gazdag országot lehet felépíteni. Na most erre történnek most egyeztetések, hogy milyen eszközöket lehet megígérni és bevezetni, amivel a családok azt mondják, hogy hát igenis érdemes azt a három gyereket, vagy azt a négy gyereket felnevelni, amit elképzeltünk, amikor még csak mennyasszony és vőlegény voltunk. Ugye, mert nagyon jól tudjuk, hogy a szociológusok felmérései szerint, hogy minden fiatal párt, amikor megkérdezik, akkor átlagban az úgy jön ki, ez furcsa szám, hogy 2,6 gyermek per család. Ez a tervezet. Igen, ez az átlag. De mire oda kerül a dolog, hogy eltelik jó néhány év, addigra kiderül, hogy a családok, másfél gyerek az, ami van a családoknál. Tehát magát nem tudja reprodukálni ez az ország, és ez óriási nagy probléma. Tehát, és én azt gondolom, hogy a gazdasági stabilitás megőrzése mellett minden kormánynak ez kell, hogy a legfontosabb feladata legyen, hogy olyan légkört teremtsen az országba, hogy minden fiatal bátran vállalhasson gyereket, és minél több gyereket. Elnök úr, a következő témánkban, ami most a beszélgetésünk után következik, is érintett elnök úr, egy kis közösséghez látogattunk el, egy erős kis közösséghez, amely három fiatalemberből áll, megyei fenntartású intézmény, a Lesence-Tomai Szociális Otthon. Onnét került ki egy évvel ezelőtt három fiatal a kulcsprogramnak köszönhetően, amelyet ön is személyesen támogatott. Egy év után ellátogattunk ehhez a három fiatalhoz. Elnök úr, hogy emlékszik erre a kezdeményezésre? Hát nekem először egy kicsit megfoghatatlannak és hihetetlennek tűnt maga az ötlet is. Tehát valahogy biztos azért, mert én nem ebben a szférában mozgok, és nem ebben a szférában dolgozom kifejezetten, nem tudtam elképzelni, hogy fog működni ez a rendszer. De az ember mindig bízik a szakértőkben, és ezért vannak olyan szakemberek, akiket mindig meghallgatunk, mert azt tudni kell, hogy azért nem a politikusok a legokosabb emberek minden területen, és csak akkor okosak vagy bölcsek, hogyha meghallgatják azokat, akik tényleg szakértői egy területnek. Jó hallani ezt egy politikust. Én nagyon szeretek meghallgatni embereket, mert aki azzal a feladattal foglalkozik, utána olvas, képzi magát, legfrissebb információi vannak, azokat érdemes meghallgatni, mert talán akkor tud az ember helyes döntést hozni, mert valakinek döntést mindig hozni kell, és általában az első számú vezetőnek kell kimondani, hogy most jobbra vagy balra. És nem mindegy, hogy jobbra megyünk, vagy balra megyünk, mert az el fogja dönteni annak a programnak a sorsát. Tehát itt is megismertük a programot, meghallgattuk a hozzáértőket, és mivel jól ismerjük a szervezőket, és eddig is mindig bíztunk bennük, most is azt mondtuk, hogy akkor próbáljuk meg ezt a programot elindítani, és majd kiderül az idő, majd megmondja, hogy most helyesen döntöttünk, vagy nem, de hát én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó példát mutat ez a program, ami továbbfejleszthető. És nagyon örülök, hogy ilyen sikeres. Elnök úr, köszönjük, hogy eljött hozzánk, és elbeszélgettünk a megye az ország dolgairól, elvárjuk legközelebb is, és most nézzük, hogy hogy él ez a három most már tapolcai fiatal, Zoli, Józsi és Gyuri, jöjjenek velünk.